Sziasztok! Lukács Luca vagyok, és ez a Mit gondol podcast, amit a Meriklerrel közösen készítünk nektek. Ebben a műsorban mindig egy téma, egy szó van a fókuszban, és vendégül látok egy olyan embert, aki szerintem igazán izgalmas és releváns a témában. Ebben az epizódban dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a vendégem, akivel a kitartásról beszélgetek. Mi az az apró részlet, ami megkülönbözteti az olimpiai bajnok sportolót a nem olimpiai bajnok sportolótól? Abban biztos vagyok, hogy az ilyen kimagasló eredmények nagy része fókuszáltság és pszichés helytállás kérdése. Fegyelmezettség és az a képesség, hogy akkor is végigcsinálom az edzést, amikor már semmi kedvem nincs hozzá. Kis Gergely társaival 1997 és 2008 között lényegében végigverték az egész világot. Vízilabdázóként elhozták az olimpiai aranyat. 2000-ben Sydneyből, 2004-ben Athénból, és 2008-ban Pekingből. Ezért is gondoltam azt, hogy Gergely mindenképpen jó beszélgető partner lesz, hogyha a kitartásról beszélgetünk. Az jutott eszembe, amikor így kicsit belástam magam abba, hogy mi a te életutad, meg hogy kezdted a vízilabdát, meg milyen hozzáállással sportoltál mondjuk gyerekkorodban is, hogy soha nem akartál egy kicsit lázadni? Hm. Érdekes módon nem én nagyon jó fiú típus voltam kisrácként. anyukám úgy dolgozott minimum két munkahelyen mindig, hogy sokat volt otthon mégis, mert házfelügyelő volt, vagy egy, egy akkor ilyen magánvállalkozás kezdeményezésnek hívták, még nem éltél akkor a GMK-knak, akkor a dolgozott ilyen cipészként, de sokat volt otthon, és, és, sokat figyelt rám a tanulmányaimra is, hogy jól tanuljak. És valahogy így ha azt mondtam, hogy éjfélre hazamegyek kamaszként, akkor éjfélkor otthon voltam. Ha azt mondtam, hogy, hogy, hogy megcsinálom a, a dolgomat a suliba, akkor, akkor, kész volt tényleg. Tehát ők nem is ellenőriztek, hogy én, hogy én kivel, hova megyek, mit csinálok, mert, mert meg volt beszélve, és megcsináltam. Ez alapján viszont, hogy azt mondod, hogy ők nem is ellenőriztek, akkor azt érzem, hogy nem egyfajta megfelelési kényszerről, vagy vagy teljesítési vágyról, vagy valami fajta, nem tudom, arra vágytál, hogy ők büszkék legyenek. Szóval olyan, mintha nem az motivált volna téged, hanem az, hogy te csináld a dolgaidat, és az jól működjön. Ők egy tudat alatt, és nem profi módon, mint ahogy ma elképzeljük egy sportoló hátteréről, hanem ők tudat alatt ösztönösen mindent megtettek azért, hogy nekem a legkönnyebb legyen. Ők csak azt gondolták, hogy mint szülők mindent megtesznek és feláldozzák, úgymond a saját kényelmüket azért, hogy én előrébb lépjek, mert hogy ő nekik nem adatott meg. Valószínűleg az, amit a nagyszüleimtől kaptak a szüleim, mm, olyan nehézségeket, hogy ugye a megélhetés, a munka Ith. és egyéb miatt nekik nem volt meg az a lehetőség, hogy kibontakozzanak, azt ők viszont meg akarták adni nekem. És, és ez nagyon erősen lejött. Ühogy ők nem tanulhattak, hogy nagyon sokat dolgoztak, üh, mind a ketten bőven kiskorúak voltak, amikor el kellett kezdeni dolgozni. Egész életükben minimum 8 órát, de inkább 10 12 t dolgoztak külföldre ment a pukám, hogy jobb legyen nekünk uh -huh. családilag, és akkor is játékokat vett, meg, meg mindenféle ajándékokat a családba. Tehát, hogy ilyen ö, rólam szólt úgy minden, hogy nem elkényeztettek, meg volt a feladatom, tanultam, mint a kisangyal, meg, meg sportoltam minden nap, de, de az élet más dolgaira nem kellett nagy energiákat fektetnem, mert mindenben segítettek, meg, meg, meg mögöttem álltak, ugye főleg anyu, aki otthon volt, és nem volt bennem ilyen vágy. Talán az volt egy vágy bennem, hogy, hogy bele szerettem a vízilabdába nagyon, és hogy abból kihozni a legjobbat, tehát egy ilyen sportemberi magatartás uh -huh. tükröződött ki akkor, vagy, vagy bontakozott ki. Másrészt pedig a, a sok szerintem ilyen kiskamaszkori legtöbbünknél meglévő kisebbségi érzések, ami nálam erős volt, mert, mert ugye magasként mindig kilogtam. Tehát egy, egy nagy darab gyerek, nagy orr, nagy fej, nagy test, mindenféle bajom volt magammal, és hogy hogy a sport meg egy olyan terület volt, ahol meg sikeres voltam. De közben meg nem volt bajom, mert barátaim voltak, meg 13 14 évesen volt barátnőm, tehát nem volt ilyen problémám. Hát jó, azért van ennyi olyan időszak Te ilyen kamaszkorban, amikor így az ember egy belenő abba, ami ő maga, vagy nem tudom. Igen, azért azt látod a tesi órán a szünetbe öltöztök át, hogy hogy neked ekkora cipőd, a másiknak meg, meg fele akkora, és hogy közben ő is fiú, meg te is, hogy azért ezek így nyilván, vagy hogy mindig eszembe jut, hogy mentem villamos a ledzésre, és hogy, hogy olvastam, áll, álltam, kapaszkodtam, és olvastam, és hogy kicsit rászkodott a villamos, akkor megütött, beütöttem a fejem oda, ahol az emberek fölfele kapaszkodtak, nekem meg ott volt a homlokom, és felnőtt emberek között, nem tudom, nyolcadikos, vagy elsősgém is lehettem, tehát hogy ezek nyilván ilyen érdekes dolgok. Hogy ö, miből lesz a Cserebogár, mert aztán mindig az, hogy a vízilabdások mennyire magabiztosak, meg ezek a alfa-hím, meg mit tudom, mindenféle ilyen pozitív-negatív jelzőket kapunk, de hogy, hogy ez nagyon sok srác szégyelős. De most nem sorolom az olimpiai bajnokok neveit, akik <laughs> elég híresen szégyelősek voltak, de vannak, igen. Ezt értem, meg hogy a sportban jó voltál, szóval azt csináltad, és egyszerűen jöttek az eredmények, de mit gondolsz, főleg úgy, hogy egyébként vízilabdázó lányaid vannak, szerinted könnyebb most? Egy dologra fókuszálni és tenni a dolgodat tiniként, vagy nehezebb? Szóval könnyebb egyáltalán gyereknek lenni most, vagy ugyanolyan, mint amikor te voltál? -e. Borzalmasan nehéz most, szerintem sokkal. Szóval nehezebb. A... Tehát, hogy ö, egy, egy fiatalnak, akinek bontakozik ki a személyisége mondjuk valahol 10-12 éves korától egyre tudatosabban, a felnőtté válásig, ami mondjuk régen 18-20 éves volt, most inkább 23-25 év. Körülbelül, vagy még későbbre tolódik. Egyszerűen van egy olyan hosszú folyamat, amiben egy olyan őrült rohanás van minden szempontból. Ugye ez a korosztály nagyon erős abban, hogy hogy megmutassa magát, és, és a, a kereskedelmi világa így bombázza őket. Ugye, hogy szavazz a tévéműsorba, vedd meg ezt a terméket, menj el abba a buliba, stb. 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 Tehát eleve az, hogy ők, ők olyan szinten pörgetik az internetet, hogy mi már 40-esek is csak pislogunk, hogy, hogy milyen ügyesen és mennyire, mennyire rátermetten kezelnek dolgokat jó, jó, célra. Persze a rossz cél, vagy a, a, haszontalan cél is ott van, vagy, vagy nem cél, hanem, hanem lehetőség. Hogy, hogy amikor nekünk kellett figyelni mondjuk öt dologra egy nap, vagy hatra, én szerintem most tízszer annyira kell figyelni egy, egy mai fiatalnak, Mert tízszer annyi szemét éri őt kívülről, akár reklám, bármi formájában. Abban persze könnyebb, hogy oké, okay, apujék a bizonyos rétegeknél elvisznek sielni, nyaralni, kapok új cipőt, bla, bla, bla bla Ezekben körülményekben sok családnál jobb a helyzet, nem mindenkinél természetesen. De ma csomó olyan alap dolog van, ami régen majdnem egy luxusnak számított, ez ma meg már alap a hétköznapok része. Ez a fogyasztói társadalomra is visszavezethető részben, meg, meg remélhetőleg a társadalom bizonyos részei tudnak fejlődni. De sokkal nehezebb ilyen szempontból. De itt nekem inkább az a párhuzam jutott eszembe, hogy én valamiért azt gondolom, meg ha már, ha már visszagondolok az én gyerekkoromra, meg a tini éveimre, meg az ott meghozott döntéseimre például, hogy valahogy nyilvánvalóan, hogyha az ember közvetlenebből érintkezik ér 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 a lehetőségek tárházával, akkor eljön arra, hogy ja, ezt is lehet csinálni, meg azt is lehet csinálni, meg ezt a sportot is ki lehet próbálni, meg az is, de ebben is ügyes vagyok, hogyan menjek tovább, és ez az élet területére, az élet összes területére kivetíthető. És rajtad pedig azt látom, hogy Elkezdte vízilabdázni, az jól ment, nem gondolkodtál azon, hogy mást kéne csinálni. Szerelmes lettél egy nőben nagyon fiatalon, összeházasodtatok, nem gondolkodtál azon, hogy van-e másik nő, miközben úgy élik emberek jelenleg az életüket, hogy pörgetik a tindert, és azt látják, hogy ilyen ö, végeláthatatlan polcokban, mint a szupermerketen állnak az emberek. Ez a te döntésed volt, hogy így akarod csinálni, és soha nem jutott eszedbe az, hogy mi lett volna, ha ott másképp döntök, mi lett volna, ha itt másképp döntök. Erre azt szoktam mondani, ha úgy veszük az életünket, mint egy óriási, gigantikus fát, nagyon sok ággal, és egy kis hangya megyünk rajta, hogy éppen melyik ágra megyünk rá, és ott mi történik velünk, hogy elkap egy madár, vagy éppen alakítunk egy kolóniát, vagy nem tudom, akkor, akkor igenis szerintem aki kicsit tudatosan él, már annak, annak föl kell, hogy hogy ezek a faágak, ezek hova vitték, és esetleg lett volna -e más, mm. vagy ennek van-e értelme utólag, de legalábbis tapasztalatot szerezni, okulni belőle. Nekem voltak szintén ilyen döntéseim, persze, erősek, de, de amikor az fölmerült, hogy hosszabb időre elhagyni a hazámat, vagy, vagy, vagy esetleg most föl sem merült, hogy más emberrel élni le az életemet, de amikor azon gondolkodtam, hogy lenne még egy olyan ember, akivel ennyire jó lenne, vagy, vagy ha valaki nekem szimpatikus volt, akár csak emberileg, nem is külsőre, hogy, hogy egy olyan fajta emberrel én tudnék -e élni, akkor vagy más sportágat űzni kiskoromba, egyszerűen így, az, ha a második lépésnél, vagy a második mondatnál állsz fölmerül, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy amit csinálok, az az én vagyok. Tehát, ilyen szempontból örülök magamnak, hogy öna, önazonos tudok maradni, mert nem akar. Tehát, ha az a kérdés, hogy jó lenne minden héten három különböző nő mellett fölkelni és azt játszani, hogy mennyire vagány vagyok, vagy fél évente élettársakat változtatni, akkor azt mondom, hogy kösz, nagyon nem. Tehát, hogy ezt nem lehet, hogy egy hónapig nagyon vicces, vagy nem tudom, de, de az a tudat nekem nagyon rossz lenne, hogy, hogy nincs meg az a, az a stabilitás biztonság lelkileg, érzelmileg, hogy őre számíthatok, ő számíthat rám, mm, szeretem az illatát, szeretem a mosolyát, szóval, és, és akkor így, hello, te ki vagy így vasárnap reggel, az így nekem nem. Hát meg egy feltétel nélküliség, nem? Um, valahol igen, mivel az én sportágamnak vannak hibái. Nekem vannak hibáim, a páromnak vannak hibái, minden, mindenhol hibákkal találkozunk, de nem így kell fölfogni, hanem a jót kell meglátni, és ami jó a párkapcsolatomban, és ami jó a, a sportágomban például, hogyha ez a két kiemelt téma most, akkor mind a kettőben azt mondom, hogy köszönöm, nekem ez a legjobb a világon. Tehát szerintem, ami, aki én vagyok, és itt ül most veled szemben, nekem ez a sportág a legjobb a világon. És ez nagyon örülök, hogy ezt csináltam. Most már ugye múlt időben kell mondani természetesen, de hogy ma is foglalkozom vele és például én nem akartam, hogy a, hogy a lányaim vizilabdázanak. Egyrészt azért, mert lányok, és, és és már eleve egy másik történet, a női vagy a férfi más Másrészt azért, mert az apukájuk aki az aki. Egyrészt, és ne legyen ebből sem pozitív, sem negatív extra hatás az ő életükben, hanem ők maguk tudjanak lenni. Nyilván nehéz. Mentünk mi több irányba, de ők kérték ezt a vizilabdát, mi meg voltunk olyan buták, hogy, hogy azt mondtuk, hogy jó, nem tudom. majd majd megmondja az élet utólag, mert én nagyon szeretem, hogy, hogy egy jó sportágat csinálnak, de üm, nyilván vannak nehézségek ebben is. Mi az, hogy vagy ez csak ilyen sport szempontjából mondod, hogy más a férfi meg a női vízilabda? Vagy ezt meg? Igen, igen. Elsősorban az, hogy ez egy olyan érdekes összetes sportág, ami sport is, hülyén hangzik, de az, hiszen van benne és a lányoknál, ha elindulok, akkor önkénten is lehet, hogy hasba vagy comborúglak ha bemegyek centerbe fiúként, és elkapom a nadrágodat, nem biztos, hogy csak oldalt kapom el. Tehát, hogy nyilván egy könyökös, most is kapott a kislányom egy könyökös, és nyilván nagyon-nagyon sajnálom, hogy van egy lilla folytja, és fájt neki nagyon. Ha fiam lenne, és a fiam kapna egy, egy könyököst, csak azt mondom, hogy jó, hát fiam, szed már össze magad, mert én is adok még egyet, idézőjelbe, de, de egy lánynál nyilván sokkal más, másabbul áll hozzá egy apa, Ráadásul mondom az összehasonlítás, vagy a, a vezetéknél nyilván ez is egy, egy olyan kérdés, hogy ha így, akkor valaki akkor negatívan hathat rá, ha, ha pedig elfogult, akkor túl pozitívan, és egyiket se szeretném. Szerintem minden, hogy nehéz, nekem az jut eszembe, hogy biztos nagyon bátrak a lányaid. Igen. Hogy ezzel együtt azt mondták, hogy nem érdekel. Hogy Hasonlít határozottan, és, és, nagyon szeretik, és ami nekem nagyon jó látni, és valószínűleg minden tevékenységben ez lett volna, de ehhez értek is. sokkal jobb lenne mondjuk egy röplabda meccsen ülni értetlenül, és nem tudom pontosan, mi a taktika, és hogy mi, mi lenne a jó megoldás, hanem csak élvezem, hogy ők sportolnak. De hogy vízlabdáznak, így, így, így értem, látom, sokszor ez zavar, hogy látom mindenkinek is a hibáit, hogy pont olyan hibát csinál, mint az apja csinálta 15 évesen, vagy, vagy a játékvezető mibe hibázott, vagy az edző, vagy a csapattárs, vagy az ellenfél mit csinálhatott, van rosszabbul, vagy jobban. De egy kicsit így, így az egészet látom, és ezért jobban égek belőle, és, és, és elfáradok sokszor meccs után én is, hogy annyi felekapakodom a fejemet, de az, hogy mennyire tisztán sportemberek, az nekem nagyon tetszik, és és főleg, amikor jönnek valami negatív, vagy rossz hír a, a sportvilágából, hogy valaki nem úgy viselkedett, ahogy méltó lenne, vagy, vagy stb., és ők meg látom, hogy milyenek, akkor elképesztően büszke vagyok rájuk. Mit jelent szerinted sportembernek lenni? Sportembernek lenni, az egyrészt egyfajta identitás, ami azt jelenti, hogy, hogy a kitartás, szorgalom, a munkába vetett, a szó legtisztább értelmében vett hit, az, hogy legyőzöd magad, és akkor egy csomó akár lovagias erény is ehhez társulhat egy igazi sportembernél. Tehát, tehát a sportszerűség, az udvariasság, a tisztelet, tudás, a fegyelmezettség, az alázat, az empátia, és ha sok újam lenne, akkor még sok ö, ö, dologra tudnék rámutatni, de hogy ez, ez egy alapvető dolog, és maga az életmód. Tehát, hogy itt van egy szabad vasárnap, emberek egy része lehet, hogy egészségtelen ételekkel ülne és nézne, ö, nem annyira érdekes, de mindenképpen úgy elkészített sorozatokat, amivel az egész napot el lehet tölteni. Mások kiváló filmeket néznének, kicsit egészségesebb ételekkel, mások elmennének kirándulni. Tehát, hogy a sportember azt mondja, hogy ő tesz a, szív- és érrendszeri dolgaiért, akár is, hogyha ha amatőr sportoló, és, és, és elmegy, és, és, fut egyet, biciklizik egyet, úszik egyet, lemegy a barátokkal focizni, és a többi, és a többi, de hogy, hogy a sportembernek benne az a tudatosság, szerintem nagyon fontos a mai világban, amikor is szétfolyunk, hogy beszéltünk a fiataloknál, mm. hogy mennyi minden hatás ér minket, és nagyon sok fiatal, akár 20 éves is, még a, a körülmények rabja, azt látom, hogy azt mondta a tanár, a főnök, az edző, a szülő, hogy csináljam ezt, vagy menjek oda, vagy legyek ott. De hogy magamtól tudatosan építem magamat, az nagyon nehéz. És aki, a, én azt nagyon tisztelem a mai fiatalokban, azok közül, akik ezt meg tudják csinálni, tudatosan építik magukat. Akárhány évesen, 15-20-22, de hogy hogy látom, hogy ő nem engedi, a körülmények irányítsák, hanem ő, ő valamit akar, és azért főleg ha tisztán és, és, becsületes úton tesz, akkor az, az én nagyon tisztelem egy fiatalban. De az egy nagyon ilyen 21. századi gondolkodásmód, hogy tudatosan építeni önmagamat. Hát és, és sokszor, sok nagyon nem. Nagyon messze állnak tőle fiatalok. Azt mondta az edző, hogy úszak négyhoz gyorsan. Azt mondta anyám, hogy legyek ott hatra, nem tudom, a kapu előtt. Azt mondta a tanácsán, meg lesz két. Engem hagyjanak békén, én megcsináltam mindent. De az, hogy én ezen kívül gondolkodok, hogy hogy váljak jobbá a suliba, vagy hogy tegyek hozzá. Mert hát 3,6-ra állok, most mit csináljak, most a tanár nem fog megadni. Hát menj oda hozzá. Kérd meg, hogy hagy tegyél valamit, hogy plusz jegyed legyen. Hogy, hogy, hogy... Ó, te jó ég. Na érted? Hát, ez... nem bírtalak volna, hogy ha egy kívülbe jártunk volna. De nem, én, nem, én, nem, én nem, nem azt mondom, hogy ilyen voltam, és se voltam kitűnő tanuló gimibe, meg főleg, meg angoltakozatra mentem, csak ez a, ez a mentalitás, hogy tegyek magamért, gondoljak mm -hmm. magamra. Ne azt mondjam, hogy ja, fölteszem a kezem, hogy én már biztos hármas leszek, hanem Nézd meg, hogy lehetsz a négyes. Ha nem, akkor mondjuk azt, hogy nem. Tehát van arról szó, hogy mindenki ötös lesz az élet bármely területén, a munkában. Tehát nem lesz mindenkiből vezérigazgató, vagy milliárdos, hmm. vagy, vagy külön díjas, nem tudom, milyen díjazott sikeres üzletember, vagy művész, vagy akárk nem lesz mindenkiből az. De ha meg se próbálsz tenni magadért, akkor mit vársz? Te biztos voltál gyerekkorodban abban, hogy ekkora sikereket fogsz elérni? Igen, de nem tudtam, mit jelent. Tehát olyan messze voltam tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, hogy elérjem azokat abban a pillanatban, amikor azt gondoltam, hogy erre vágyom, és ezt akarom elérni. De azzal az identitással éled az életedet 12 év. Hogy megyek és az olimpiai arany felé. De hogy, hogy én 150 lépésre vagyok tőle, vagy egy millió lépésre, azt nem tudtam. Fogalmam sem volt, mi az a mértékegység, hogy olimpiai kerettagnak lenni, vagy ilyesmi. Üh, persze mivel hamar bekerültem a válogatott keretbe, ilyen kereten kívüli fiatal meghívottként a 16. születésnapom előtt ott voltam, ezáltal hamar belekerültem a sűrűjébe, és láttam a legjobbakat, de, de fiatalabb koromban is már olimpiai akartam lenni, amikor meg általános iskolás voltam, de hogy éppen csináltam az adott edzést, éppen próbáltam egy kicsit képezni magam egyedül, otthon egy meccs nézéssel, vagy egy kis teniszlabdával játsz, vagy bármi, de, vagy ott maradva a edzés után egy pár percet, de nem tudtam, mit jelent az. Tehát ez megfoghatatlan dolog, hogy hogy lesz valaki Oscar Diaz színész, vagy olimpiai bajnok sportoló. Tehát ezt nem tudod előre, amikor kicsi vagy. Csak tudod, hogy szeretnéd elérni, és elkötelezett vagy. Ez egy ilyen belső dolog, ezt nem lehet tanítani. Sok nem lehet tanítani, az, hogy legyél elkötelezett, és, 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 igazán akard a zsigereidből azt, azt nem lehet megtanítani. Azt fejleszteni lehet esetleg nagyobb korban, de egy tizenéves kisgyereknél az vagy megvan, vagy nincs készül egy film, sőt, amikor most ez megjelenik, ez az interjú, akkor már túl vagyunk a díszbomzaton, és meg lehet nézni a mozikban a nemzet aranyait, és a filmnek van egy része, amikor arról beszéltek, hogy, hogy egész nyáron konkrétan a fizikai fájdalomig készültetek, és mindenkinek az volt a fejében, hogy, hogy olimpiai év van, és, és, menni kell, és csak mindenkinek az olimpiai arany volt a, a gondolatában, és azzal keltetek, és azzal feküdtetek. És azt hiszem, hogy ott van egy konkrét rész, amikor én így, amikor néztem, hogy kirázott a hideg, mert azt éreztem, hogy én nem tudom elképzelni azt, pedig nem tartom magam nem kitartónak, vagy nem tartom magam olyannak, aki nem tudja oda dobni magát egy cél érdekében. De nem tudom elképzelni azt a, azt a fizikai állapotot, hogy te már fizikailag rosszul vagy, de még akkor is végig csinálod az edzést, és még akkor is oda teszed magad. Szerintem ez az, ami valószínűleg titeket megkülönböztet azoktól, akik nem háromszoros, meg kétszeres, meg olimpiai bajnokok akkor mi lá a fejedben? Vagy mi zárdottat le a fejedben? Amikor már rajta vagy ezen a, az útvonalon, ezen a sinnen, mai szóval ezen a trekken, akkor uh, ugye? Nem vagyok a még azért. Akkor, uh, akkor már ez, ez elvált ez a kérdés a héjától. Tehát ez már így uh, egyértelmű, hogy meg, megcsinálod. Amikor ott vagy, hogy esélyes vagy. Amikor már kandidátus vagy, hogy, hogy te oda juthatsz. Akkor már ezt szerintem százból 98 an már csinálják. Egy-kettő lehet, hogy kihullik, de, de nyomod, nyomod, nyomod. Az, hogy Benedek Tibi szinten csinálod, ami utánozhatatlanul fantasztikus, vagy, vagy Michael Jordan, vagy Kobe Bryant szinten, vagy mániákusan munka morában annyira mm -hmm. toppon, vagy, 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 simán egy, egy komoly esportoló szintjén, vagy, vagy, csak simán tehetséges vagy és visz lendület, azok különböző szintek és különböző eredményeket hozhatnak, de nekünk ez nagyon bennünk volt. Az a nehéz, amikor mi messze vagy tőle, hogy, hogy nekünk arra az útra rákerülni, és, és hidd el, hogy nagyon sokszor éreztem, és ha belegondolok akár egy ilyen beszélgetés során, hogy, hogy mi, mi volt pontosan az a pillanat edzésen, hogy volt? És megvannak ezek a fájdalmak, megvannak ezek a, a kétségek, hogy mi lenne, ha most feladnám, és, és elhúznék a francba haza, és aludnék két napig és most ha kimászok, és nem mondhat senki semmit, megpróbáltam, és elbuktam, és kész. És akkor itt, is, hát most már csak 15 perc van ebből a szenvedésből, most kibírom aztán ebéd, és mindig van valami, hogy hossz végén van 10 másodperc pihenőm. A, az edzés végén van egy ebéd, és két óra pihenő, vagy három óra pihenő a következő edzés. És akkor mindig, és akkor majd, majd ha az volt, hogy edzésen arra gondoltam reggel, hogy majd este milyen jót fogok aludni, és milyen hamar le fogok feküdni, persze akkor nem jön össze, mert akkor az ember valahogy túl, túl esik egy holdponton, és akkor végignéz egy filmet, és későn fekszik le, de, de hogy ez nagyon sokszor bennem van. És ma, amikor már nem vagyok sportoló és mozogok és sportolok, futottam a hétvégén a Margit sziget kört, és egy kilométer úgy ment, mint néztem is az részidőmet, hogy így nagyon-nagyon jól ment, mm -hmm. de közben azt éreztem, hogy most tulajdonképpen elég is lenne fizikailag, amit a lábaim éreztek, meg a, a szívem, ahogy dolgozott, azt mondom, hogy ez akár ez vége is lehetne, de még van 75 százalék munka, mert 25-nél járok. Vagy 20-nál. És, és akkor a második, harmadik kilométer, mint edzésen, olyan sokszor ez a 30-40 százalék a munkának, amikor már fáradt vagy, de még mm -hmm. nagyon sok van az ilyen, fú, ez most valami fölösleges hülyeség, amit most csinálok, hogy szétszedem magam, mit keresek itt. És ez nagyon sokszor felmerül a sportolóban. És aztán végcsináltam persze, és jó idővel végcsináltam magamhoz képest azt a hülye szigetkörömet, de sőt, még, még, befutottam az úszodába még egy félkört, de, de hogy ez nálunk nagyon megvan, ez a küzdeni tudás, hogy könnyebb egy idő után a mókus kerékbe bemaradni és pörögni, 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 mint kilépni belőle, mert ha kilépsz, akkor azt jelenti, hogy fú, oda-vissza még egyszer nem. Ezt érzed abban a pillanatban. Aztán persze nagyon sokan százszor meg ezerszer visszamennek, de te ezt valószínűleg ezt gondolod úgymond kívülről, hogy azt végigcsinálni, azt a rohanást, azt nem bírnád. De ha benne lennél, és lenne, látnád magad előtt a célt, tudod, mind a szerencsétlen lónak teszik elé a falatot, és akkor megy utána a világ végéig, már rég hull a de megy előre. te el is mész a felé, a cél felé, és az ember ott jön rá, hogy mennyi mindent le tud győzni, mennyi kétejt, mennyi holdpontot. És amikor már nagyon fáradt vagy, már nulla energiát érzel, azt érzed, hogy az összes kalória már kiszállt belőled, és, és, semmi nem tart már egyben, csak a bőröd, na akkor még van egy három-négy szint, amit még le tudsz győzni. És gondolj arra, bocsánat, példa, volt ez a szörnyű földrengés hogy emberek négy-öt nap után kijöttek. Te beletudsz tudsz gondolni, hogy nem eszel mondjuk tíz órán keresztül, vagy fekszel kövek alatt tíz órán keresztül, majd tíz órát se tudsz elképzelni. Ők öt napig ott voltak, az az életükért volt, az a legnagyobb harc az életedért nyilván az életben. De sportoló be tud kerülni egy olyan állapotba, amikor így teljesen kikapcsolja magát. Nem az életért harcol, közel sincs a két példa, nem párhuzamosan mondom, uh -huh. csak hogy mennyi mindent legyőz az ember a túlélésért, vagy egy nagy célért, különböző a szint, nem párhuzamot húztam, de sokkal több vagyunk képesek, mint gondolnánk a legtöbbször. Én az életem során nagyon sok olyan dolgot csináltam, ami szubjektíve mérhető. És a sport, az pedig egy nagyon objektív dolog. Kilőtt több gólt, ki volt gyorsabb, kiért oda először, ki ugrott magasabbra. Ezek annyira mérhető dolgok, ami egy nagyon-nagyon egyértelmű pecsétet ad arról, hogy te most éppen ebben a pillanatban erre vagy képes. Az ember így dolgozik, 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 és te többször megérted ezt a pillanatot, kicsiben is, meg aztán nagyban is az olimpiákon, meg ebk meg vb meg nem tudom, hogy, hogy érted, de hogy a döntő napja, az aranyéremért játszott meccs napja, az igazából egy vasárnap, egy sima vasárnap, ugyanolyan, mint a többi. És akkor így azon múlik, hogy előtte szombaton hogy aludtam, meg, meg azon múlik, hogy nem tudom, mit Mi te írt a csajom. Mit tettem? Meg ilyen. Igen, és hogy ezt a fókuszt, vagy ezeket a kis apróságokat, ez, ez tényleg ennyire könnyen tud megingani az a, az a kis lépcsőfök, aminek ott állsz már a cél előtt egy lépéssel? Ha tudat alatt úgy döntöd el, hogy, hogy hagyod magad ezeknek engedni, akkor igen, el lehet rontani. Mert akkor alkalmas vagy rá, hogy, hogy ebbe belemenjél ebbe a... a verembe, belemásszál lefelé. Ö, ellentétesen viszont a győztes sportolónál az a mentalitás van, hogy igen, volt olyan meccsem, hogy előtte négy órát aludtam, és nekem a versenyző időszakban hét és fél és kilenc között volt a, a jó alvás idő Főleg fiatalabb koromban, amikor jöttek a gyerekek, akkor már ez lecsökkent azért a, az alvás lehetőség meg igény. De ilyen 7 és fel és 9 óra között aludtam valahol éjszakánként, és nagyon sokszor aludtam délután egy picit. Mert amikor három és fél órás edzésed van, és bevédelsz, és van rá időd, akkor egy délután kettőkor egy óra alvás, az megmenti az esti edzésed minőségét, elég keményen. Ahelyett, hogy könnyes szemmel, mert, mert, nem látsz előre kettőt a kocsiba, vagy a villamos megállóba azt érzed, hogy ledőlsz a villamos elő, olyan fáradt, vagy úgy lemenni egy két és fél órás délután edzés, azért az nem olyan vicces. Úgyhogy amikor tudtam, pihentem délután, de hogy a, volt olyan fontos meccsem, konkrétan olimpiai meccs is, hogy 3-4 órát aludtam éjszaka. És akkor fogjam arra? És az volt, a, az, volt az eldöntő kérdés, hogy valószínűleg borzasztóan gyenge minőségű kaját tettem az olimpiai faluba, hiszen 10 ezer embert ellátni nem biztos, hogy a Jolika néni, a Bio Paradicsom, simogatva, azt tették oda elém, és nem tudom. És akkor fogjam arra, hogy mit tettem, hogy aludtam. Vitatkoztam-e a családban bárkivel is, vagy nem előző nap SMS-ben, vagy, vagy telefonon, vagy, vagy a csapattársaim közül bárkire, és picit is haragszom. Ezen múlik az életünk vágya, hogy elérjük-e sikert, vagy nem. Úgyhogy ilyenkor jó attitűd az hozzáállás, hogy azt mondom, hogy nem nem érdekes semmi. Az, hogy 3-0 az ellenfélnek az aténi döntőben, vagy esik az eső, nagyon, hogy ilyen-olyan gyerekek potyognak az égből, akkor se e hagyod magad. És azért egy ilyen sportoló így, így teszi magát. Ö, sérülten bedobják a, a legfontosabb dobást, azok az emberek le, megfutják a legjobbjukat, beviszik az utolsó pontot, vívóként bármi. Tehát akkor ez így legyőződ, és így kikapcsol az agyad, és, és a legjobbra vagy képes. Visszafolytva, sportoló szemben meg a szubjektív dolog idegesítő, hogy csináltam egy nagyon jó számot, filmet, írtam egy nagyobb könyvet, és ne, senki nem olvassa el ezt a könyvet. Ott rohad a polc végén. Volt olyan kedves barátom, aki írt egy könyvet, és nem lett sikeres. Mi, mi a mértékegysége? Hmm. Ott meg az a rossz, hogy miért, miért dönti el egy zsűri, hogy az én filmem elnyeri a filmszemlén, vagy a nem tudom milyen grammy vagy nem tudom micsoda. Igen, de tudod, mi más benne? Hogy tudom azt mondani, hogy mert annak ott rossz az ízlése. Tehát én ezt csak arra mondom, hogy könnyebb felmenteni magamat, vagy megtalálni azt, hogy amúgy nem arról van szó, mm. hogy én vagyok a béna és én vagyok a, a rossz, aki nem csinált jól, vagy nem a legjobbat csinálta, mert felmentem magam, hogy nem értékelik persze, de attól ez még értékes. Könnyebb felmenteni magam, ki mondja meg, milyen mérce alapján mondja meg azt, hogy a... amit csinálok, miközben vagy én, orta, vagy én értem oda elsőnek a medence szélére úszás tekintetében, vagy nem. Az úszás is egy másik dolog, az egyéni sportágak. Csapatsportában például ott van a kifogás, hogy az edzőm miért nem rakott be engem a végén, miért a csapattársam játszott, vagy én gyenge voltam, miért nem cserélt le engem, miért nem szóltam én az edzőnek, hogy lemennék. Miért ezt a taktikát választotta az edző, miért szoros, miért nem zóna. Miért fújt a bíró büntetőt ellenünk? Tehát tudok kifogást keresni, ami azt mondom, hogy máson is múlik a dolog. Miért nem vette részt a bíró, hogy megütötték a csapattársamat, ki kellett volna az ellenfél hát így meg gólt lőttek, mert a csapattársam meg közben megsérült, vagy olyan. Tehát egy csomó minden szubjektív van a sportban is, még akkor is, ha, uh -huh. ha, a végén a, aki többet lő gólt, az, 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 é, az aranyérem. De sok ilyen szubjektív dolog van a sportban is. És, és ráadásul, ami nagyon fontos, hogy nem egy versenyre készülök egész életembe, hanem, hanem van 50, 60, 80, 100 hely, ahol bizonyítok. Vegyünk egy teniszezőt, hány verseny indul egy teniszező? Egy egy, egy, egy egy, egy, Federer 786 versenyen indult, abban megnyert 92-t, 85-ben döntőbe kikapott, 63-ban elődöntőbe kapott ki, tehát voltak kudarcok, kis sikerek, nagy sikerek, maximális sikerek, ez így váltakozik. Tehát nálunk is van mindenféle. Azért, mert mi háromszor nyertünk olimpiát, nem nyertünk mindig aranyérmet, nem nyertünk meg minden meccset. Voltak ezüstök, bronzok, sajnos még ötödik hely is egyszer ebben a 12 évben. Tehát volt mindenféle, legtöbbször nálunk érem volt, mi azért voltunk egy nagyon erős generáció, mert egy kivételével 12 év alatt mindig 20 valányszor csak érmet nyertünk. Azt senki nem tudta megközelíteni se ezt a statisztikai vonalat. De, de azért, mert én, én, én nyerek, akkor azt jelenti, hogy az ellenfél ellen 50,5-49,5 a százaléka a jó meg a, a rossz dolgoknak. Vagy a, tehát érted, Igen. egy teniszben, egy pingpongban, ami ilyen páros verseny, egy meccsen, egy csapatnál ott. Nem az van, hogy a nyer az egyik, reál, az reálmazítja a rejtdúr a Barcelona, nem az hogy a, a barszol mindent rosszul csinálta, a reál meg mindent jól. Nem. Egy momentumban biztos, hogy jobbak voltak, egy helyzetet belőttek. De ugye a meccs folyamán, ki hogy játszott, az az elemzők dolga, a barsz egyébként jobb volt, de a reál rúgott egy volt. Senkit nem érdekel, mert a három pont az ott van. Te érted? Szóval, hogy uh -huh. ebben is sok szubjektivitás van. Szerinted az, hogy ö, ö, valaki olyan szintű sportoló lesz, mint te, mert te például fizikum szempontjából arra születél, hogy vízilabdázó legyen. Mégis az eredményeid, a, a három olimpiai arany, az hány százalékban a pszichéd, és hány százalékban az, hogy az alkatod, és hogy erre születtél? Jó lenne egy pontos választ adni erre, hogyha tudnánk mi sportolok, és megint csak átcsatolok más dolgokra, mondjuk egy énekesnél, hány százalék a hang, és hány százalék a megjelenés, meg a showbiznisz, ami körülötte van. Gondoljuk a legnagyobb showra, a színpadon, amit kiraksz. Hogy kit érdekel, picit gyengébb a hangja egy olyannak, aki olyan sót rakott ki. Tehát, hogy mennyi a fizikum, mennyi a mentalitás, ez nagyon nehéz nálam. Én azt gondolom, hogy mind a kettőben erős voltam. Én a varázslásra, labdával történő csodákra Korlátozottan voltam képes, nem voltam ügyetlen, de nem voltam a legnagyobb zsonglőr. Ö, átlagosan jó voltam a válogatott szintű vízolabdások között. Az állóképességem, a, a hozzáállásom, a küzdeni tudásom, ami fejből jött, az páros után az hogy fizikailag ezt elkezdte bírni a testem, uh -huh. és felvette a tempót. Úgyhogy valószínűleg szerintem azért a mentalitásból indult, csak aztán került egy fizikum. Persze magas voltam fiatalon is, tehát jó volt a váz, az alap, hogyha életem volna az osztály a legkisebb játék, ö, tanulójak tanulója, akkor nem életem volna a az osztályból. Nem, mivel mindig top kettő voltam minden osztályban, ezért nyilván ez, ez erre vitt. Csak ez így jól jött össze, hogy meg volt hozzá a mentalitás. mondjuk azt, hogy volt egy, ad egy adottság, és ahhoz erős volt a mentális rész. Én csapat sportoltam, illetve van egy ö, testvérem. És ezeket azért hozom fel, mert ö, én mindig azt mondom, hogy majd, ha oda jutok, hogy édesanyja leszek, akkor két dolog az biztos, hogy fontos lesz az én gyerekem tekintetében: az, hogy legyen egy testvére, és az, hogy csapatsportoljon. Mert szerintem, ha valaki megtanul egy csapatban létezni, ott megtalálni a helyét, felfogni azt, hogy nem mindig ő van a legjobb formában, felfogni azt, hogy mit jelent a cserepadon ülni, az olyan dolgokat uh, uh, tanít neki, amit biztos, hogy egy életre magával visz. Azt tudom, hogy te egyke vagy, viszont az biztos, hogy testvérséget tanultál abban a csapatban, ahol játszottál. Szerinted az, hogy ti nem szálltatok el azoktól az eredményektől, amiket elértetek, az azért van, mert ott voltatok egymásnak? Ö, részben igen. Egyébként megköszönöm, hogy eljöttem műsorban, nagyon összefoglaltad a csapasport előnyeit. Viccet félretéve. Az, hogy egyke voltam, vagy vagyok, azt szerintem sokban hozzájárult a pályafutásomhoz, hogy én jó csapatemberé akarjak, akarjak válni, hiszen nem tudtam, milyen az, hogy, hogy, hogy úgy összekacsintani, vagy úgy, úgy, egy hullámhosszó lenni a tesókkal, kettővel, hárommal, négyel. De ez veszélyes is persze, mert nem tudok együttműködni, mert hozzájövök szokva, most van gyerekszobám, és minden játék az enyém, akkor nem kell megtanulni ö, alkalmazkodni, de vacsorát sokszor a szüleim elől is elettem, tehát nem volt az, hogy a tesó az megverése, megeszi a kajámat, a fiú tesó, vagy valami. De mégis valahogy kialakult bennem ez kiskoromtól kezdve, hogy imádtam. És a vízilabda pályafutásomnak az egyik fontos alapillére volt, hogy minden, minden, közegét, minden részét szerettem. A vizet is, a labdát is, a csapatot is. Tehát én mindegyikre vágytam. Imádtam, imádtam vízbe lenni gyerekkoromban, bármilyen medence, tó, folyó, aztán tenger, de, de imádtam azt is, hogy labda, tenisz, kosár, foci, bármi, csak labdázunk menjünk, és nagyon szerettem azt, hogy együtt, hogy legyőzzük őket, mint hogy a fiúk, hogy megmutatjuk, együtt vagyunk, szervezettek vagyunk. Ugye ezek a olvasmányaimban is ezek mindig, mindig erősek voltak. Persze a hősök is, aki megmutatja, az kell egyénisége csapatban, hiszen ha én nem, nem vagyok jó, akkor hogy lesz jó a csapat, ha mindenki csak egy átlagos. Sok átlagosból nehéz lesz győztes egy mm -hmm. csapat. Legalábbis mentálisan erősnek kell lenni mindenképpen. Úgyhogy, úgyhogy ezeket a dolgokat szerintem jól ötvöztük mindannyian generációsan. Tehát az összes olimpiai bajnokvizilabdás azért születhet film rólunk azért lehet a mozikban, mert mert jól tudta az egyéni érdekeket, hogy én jó, jóvá váljak a saját pozíciómban, a legjobb legyek az országban, Ö, jó csapatember legyek, jól tudja küzdeni, és mégse szálljak el, mert mire jó elszállni, persze nem mindenki tudja kontrollálni, de elveszíted magadat, nem ugyanaz leszel már, megváltozol. Nem ugyanaz lesz a teljesítményese utána sokszor. Hogyha nagy képű leszel, főleg ha a munkában ez meglátszódik az edzés minőségében. De miért jobb bunkónak lenni emberekkel, akik odajönnek hozzád, amikor látsz két mondattal kedves? Én nekem tapasztaltam olyat, hogy, hogy mondjuk mogorvá voltam, mert kifejezetten rossz indulatban közelítettek meg, mondjuk, vagy nagyon nem szakértő volt, nagyon butaságokat mondott nekem valaki, és, arra gondol... és akkor volt, hogy belementem egy ilyen vitaszerűbe oda-vissza mondtunk dolgokat, érveltünk, és ez volt, volt 5-10 perc. Ha kedves vagyok, és normális vagyok, akkor hát egy percet végzek, még azzal is, aki, aki negatív, vagy hozzá nem értő, vagy rossz szándékú, szándékosan rosszat akar mondani, vagy tenni. És akkor ezt így kezdtem megtanulni, hogy ha kedves, akkor azért legyek kedves, ha meg nem kedves, akkor meg most mi, mit érek azzal, ha meglököm, vagy beszólok neki, vagy, vagy olyat mondok, megsértem. Úgyhogy próbálja meg Minél gyorsabban elintézni azt a részt is, és azt lehet, hogy egyszerűbb, hogy nem érti, hogy nincs fal, amivel tud ütközni, hanem így, hello. És akkor így leesik a, arról a, arról ja, a hülyeszikláról, a érted? Az. A felelősség súlyával soha nem volt bajod? Én nagyon sokszor be voltam tolva, és szerintem minden ilyen sportoló, a legnagyobb nevek is, most a világ legnagyobb sportoló itt mondjuk, biztos vagy benne, hogy az öltözőben, a szállodai szobában, a buszon, a repülőn, a repülőn bármikor tele volt a kétségekkel, és az Úristen most tényleg az ellenféltől az a nagyon jó fog engem majd szorosan a nyakamba lihegni és fogni, és mennyire nehéz lesz, és meg tudjuk egy csinálni, milyen jó az ellenfél. Most kiadta, pont a Facebookon a 25 éve nyertünk Bajnokok Ligáját a Lipo-Nápoly csapatával. Volt valami Kásás nevű gyerek is, ha jól emlékszem a csapatban. De olimpiai olimpiai bajnokok, olaszokkal játszottunk együtt, és, és emlékszem konkrétan, hogy amikor a Peszkárával játszottunk a másik nagy olasz csapattal, akikkel a BL döntött is, hogy 11 vagy 12 sztár volt, megnéztem a névsort a poszt alatt, 11 vagy 12 sztár volt a csapatban, és hogy bennem volt, emlékszem a Peszkárai úszodában, hogy ö, csopor, ö, talán csoportmecs volt, hogy Úristen, ezek nagyon jók. Kit fogjak, akivel nem lesz annyira nehéz dolgom, hogy a következő percben egyet legalább fújhassak, hogy egy picit fölélegezhessek, és hogy ilyen stressz volt bennem, hogy csak ne ő, csak ne ülj, csak és akkor aztán ezt át kell dolgozni, hogy úgy is jönnek a kihívások. Tehát a sportban nem tudsz elszadni a kihívás elől, ha nyerni akarsz, akkor ott kell lenned a tűzben maximálisan, hogyha le akarod ütni az utolsó poént, akkor nem, nem kérheted meg a edződet, vagy anyukádat, vagy a rajongóidat, hogy Dobjátok be az utolsó 180-at helyettem, vagy vagy az utolsó ázt be, vagy ugorjátok meg az utolsó világcsúcsot. Ezt neked kell megcsinálni, ott kell lenned. Erről már több helyen ö, meséltél, illetve a feleséged is mesélt egy pár helyen, ancsa. Azért ott volt egy döntő pillanat a ti kapcsolatotokban, amikor ő úgy döntött, hogy halaszt az egyetemen, és megy veled Olaszországba, aztán majd lesz, ami lesz. És valahol hallottam, hogy elképesztő, hogy pár hónap alatt ő már olaszul tanított úszni gyerekeket, tehát hogy ő abszolút feltalálta ott magát az új közegébe, de hogy azért csak arról van szó, hogy ő úgy döntött, hogy mindent beáldoz a te karriered érdekében. És az, hogy ez az ő részéről egy mekkora vállalás, az nem kérdés szerintem. Az, hogy ezt milyen megélni a másik oldalról, engem az érdekel. Hát ugye a, a férfi, mint állatfaj, az egy különleges abban a szempontból mindenképpen, hogy nagyon-nagyon tud szenvedni, dolgozni, küzdeni, és nagyon tud természetesnek venni olyan dolgokat, ami egyébként a nőkre is igaz, hogy természetesnek vesznek dolgokat, csak ők óriási dolgokat vesznek természetesnek, hogy meg kell csinálja, mint anya, mint feleség, mint nagymama, és a többi a különböző szerepekben. férfiaknál ez úgy van, hogy szerintem sokszor, hogy nagyon értékeljük, de abban a pillanatban nem, sokszor nem tudjuk. És ha én visszagondolok, és, és majd vissza fog gondolni, nem tudom hány évet élek még, de majd akkor, amikor az utolsó pillanatokban leszek, ha visszagondolok, akkor, akkor az lesz, hogy nálam vannak a kitüntetések, meg a nem tudom mik, meg a díjak, de hogy például az én feleségem, vagy, vagy más hasonló nő, aki más területen ennyit tett az életben, hogy ő ők tényleg ők tényleg a minden. Tehát ezt nem lehet kifejezni egy, egy vacsorával, egy virággal, egy ékszerrel, egy, egy díjjal. Ezt nem lehet. Tehát, tehát a, a, az, hogy én olimpiai bajnok és, és, kapok érte erkölcsi, tárgyi, anyagi, bármilyen elismerést, az így kb. így, oké. Okay. De amit egy nő csinál, az, az felfoghatatlan. Tehát a, most egészen naív vagy messziről indulva a, a lány problémák, amik elindulnak kiskamaszkorban, és rendszeresen... A menstruálásról Igen, jó, jó, ne én mondjam ki. Tehát, hogy onnantól, ez egy fiú... szörnyű, fi... én nem is értem, hogy bírjuk ki. Egy fiú mit hisztizne? Gondold bele, ha csak egyszer kéne megélni, nem minden hónapban. És kislányok, 12-13 évesen, tehát 12 éves fiú az... Ú, tudom, én megütöttem az ujjamat, és akkor az anya egy hétig ápolja. Na szóval félig viccesen mondtam, de... De ez egy őrület, amit egy nő, 12 éves korától végig csinál a korszakon át, a szüléssel, főleg az, aki még karriert is épít. Stb. Tehát én, én nekem én mindig nőpárti voltam, és meg is kaptam három lányt ezért otthon a, a feleségem mellé, hogyha már ezt így hirdettem magamról. De én nagyon szeretem a férfi szerepeket, én maszkulinnak tartom magam, én harcosnak tartom magam. Különböző korokban látnám magam, hogy milyen szerepem lenne a társadalom <laughs> milyen részeiben. Akár egy várfalon, vagy akár egy kovács műhelyben, vagy tök mindegy hol, nem teljesen mindegy, hogy hol, vagy hajó, vagy bármi, ha már víz. De hogy, hogy, hogy amit a nők még csinálnak, főleg azok a nők, akik, akik minden szempontból ennyire tiszteletre méltóak, nem lehet kifejezni. Úgyhogy én soha nem, az, hogy nem lehetek elég hálás, az egy mondat, és ez egy ilyen szófordulat, de de szó szerint. Soha. Uh -huh. én, én én ezt a csatát elvesztettem a feleségem eszembe, és soha nem fogom tudni azt, azt visszaadni, amit kaptam, de hiába viszem el nyaralni a családot, vagy bármit csinálok, az nem fog összejönni ezzel. Úgyhogy most ez egy vallomás volt. Ez egy szép gondol, ezt, ezt, a csatát biztos, hogy elvesztettem. Szerintem is. Jó döntéseket hoztál? A lehető legjobb életet érted meg? Az összkép, az eredmények azt mondják, hogy igen. Tehát család, szuper. Sportpályafutás, szuper. Itt vagyok, élek, még igen. Tehát diploma volt, igen. Tehát minden, ami, ami így fölírható, vagy elmondható, vagy, vagy leírható egy profilba uh -huh. rólam, az szuper. Azt, hogy mit rontottam el, az borzasztó hosszú lista, megközelíti azt, ami a, az erények mellett van, hiszen ahogy mondtam, azért, mert valaki győz, csinál tíz jó dolgot, mert te csinál hat-nyolc rosszat. Nekem sok volt a jó dolog, természetesen a csapat eredményei ezt mutatják, meg a csapatnak sok volt a jó, de mindig, mindig én maximalista voltam, és önkritikus borzalmasan, mindig kerestem azt, hogy mi volt a hiba, mi, mit kéne javítani, de például ezekben még további hibákat látok. Mondok egy konkrét példát. A 2011-12-es évemet a válogatottban valahogy biztos, hogy jobban kellett volna csinálnom. Sőt, a klubban. De most már az az időszak? Annak, nem a filmnek a témája, mert a mi filmünk után, ugye. 2008-ban. Igen, 1997-2008-ig 20 tart a filmünk. 2009-ben volt egy olyan évünk, hogy hiába volt jó a csapat, de nem tudtunk nyerni. 2010-ben nekem volt két kisebb műtétem, ott nem voltam a csapattal, és 2011-12-ben voltam még. És hát nagy... még elmentetek olimpiára. Elmentünk gondolom olimpiára, de mindegy, ez most csak egy példa, egy példa, hogy igenis, sőt, egy két éves periódus rögtön kiemelek, amikor sok mindent biztos jobban csináltam volna, vagy jobban dönthettem volna. Tehát én sose voltam lusta, vagy lazsálós, vagy vagy nem furtam meg edzőt, vagy ilyesmi, de, de biztos, hogy hogy hoztam volna jobb döntéseket, vagy lehettem volna akár önzőbb, akár előrelátóbb, ö, ért emberi csalódás is, ö, például a, mm, abban az időben. Hát hogy ezeket a dolgokat biztos, hogy, hogy ott elszúrtam egy-kettőt, vagy nem elszúrtam, csak nem ö, figyeltem eléggé az mm -hmm. ösztöneimre, vagy a, a kis visszajelzésekre, jobban, jobb, jobb még jobban döntsek, vagy még jobb legyek. Úgyhogy volt biztos ilyen. Olyan kisebb, nagyobb, rosszabb döntések, hogy elmentem esetleg egyik klubból a másikba, és nem, volt, nem jött be annyira. Ugye jós nem vagyok, általában jó döntéseket hoztam. Sokszor kényszerhelyzetben voltam, amikor egy egyesület épp megszűnt, vagy egy szakosztály. Ugye ez a 90-es évek nem volt olyan mm -hmm. nagy a magyar sport hátterét tekintve. De hát igen, azt mondom, hogy, hogy döntő többségben ezt tizen pár évesen csukott szemmel boldogan, és így őrjöngve, újjöngve aláírtam volna, persze. A jogi diploma az miért volt fontos? Mert hülye vagyok. Azért, mert, mert én azt kimondtam, hogy olimpiai bajnok jogás szeretnék lenni, általános iskolásként, és egyik felé haladtam nagy erőkkel, tizenévesen, a másik felé pedig azért haladtam, mert a sport miatt nyilván elvesztettem dolgokat, akár egy kis szabadidőt, egy kis magánéleti pluszt, ami másoknak megadatottak az én korosztályomban, de nem panaszkodtam igazán soha erre. Megvoltak a bulik, meg voltak az udvarlások, meg voltak a baráti találkozók, csak máshogy. Tudtam, hogy én nekem héttől tízig jó jövő szombaton. Tudtam, hogy nem az van, hogy most pénteken is szétfoljunk a Ligetben, vagy a Szigeten, vagy nem tudom hol, és akkor egész nap a miénk. Tehát ilyen nem volt. Tudtam, hogy nekem három órám van erre a programra, két órá van arra. Tudtam, hogy ez a randi, ez egy órás randi lesz. Így éltem, de megcsináltam olyan dolgokat, amiket más fiatal is megcsinált. És volt B, meg C, meg D tervem, de az A terv volt a jog. És akkor, mivel levelezőre fölvettek, így átküzdöttem magam és aztán jött a sportszakjogász képzés, bejött Magyarországra, akkor meg, akkor meg az érdekelt, hogy hát ha. Nem tudtam, hogy át -e magam, hogy egy öltönyben napi 8-10 órát ülök, vagy, vagy jövök, megyek megbeszélésekre, és képviselek egy egyesületet, egy szövetséget, egy sportolót, vagy nem tudom, és tárgyalok, meg nem tudom, meg pereskedek, meg szerződéseket gyártok, de azt gondoltam, hogy adok egy esélyt. Úgyhogy részben fölösleges energia volt, mert nem vagyok jogász most, vagy hát, hogy jogász vagyok, nem dolgozom gyakorlatban, de részben pedig ez is egy olyan volt, hogy egy emberi feladat, amit meg akartam oldani. Szerintem nincsen olyan iskola, amit elvégzünk, és nem tanulunk belőle, vagy fölösleges, Persze. akkor sem, hogyha utólag nem használjuk. Egyetértek? Tíz éve vagyok joghallgató. <gül> <gül> Szép, én csak hét. <laughs> Úgyhogy igen. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek tök fontos ilyen processusok, amin végig mennek személyiségek megcsinálni például egy jogi egyetemet, az így formál valamilyen szempontból, az biztos. De mégis egy kicsit olyan, mint hogyha, érted, én, én tíz éves koromban azt mondtam, hogy én meg hercegnő leszek, és egész nap vagyít fogok enni. De felfogtam, hogy nem leszek hercegnő, és hogy nem mehetek egész nap puncsfagyit. És hogy te meg így azt mondtad, hogy jogász leszek, és csak azért is, és akkor is erre szükségem van. Szóval szerintem igazából ez az a lélegzetvételnyi, és mégsem különbség az, amitől te vagy az egyik háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázónk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én is. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ha esetleg kedvet kaptatok hozzá, akkor mindenképpen nézzétek meg a Nemzet Aranyai című filmet a moziba. Szerintem érdemes, és legközelebb is hallgassátok, amit gondolt, meg iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a beszélgetést, hogyha tetszett. Köszi, sziasztok!